A bejegyzett élettársi kapcsolat is az egy ilyen fontos jogi előrelépés volt az azonos nemű párok elismeréséért, de még mindig vannak olyan joghatások, amik így a bejegyzett élettársi kapcsolattal nem járnak. Ha lehetne házasodni, vagy a házasság intézménye megnyitatna előttünk, akkor természetesen házasodnék, mert kiderült ebből a bejegyzett élettársi kapcsolatból is, hogy ez jó, működhet. A bejegyzett élettársi kapcsolat az kevesebb jogosítvánnyal jár, mint egy házasság. A párok nem fogadhatnak örökbe gyereket, csak külön-külön, és itt csak az egyik szülő lesz ugye a gyereknek a törvényes képviselője. Másrészt nem lehet felvenni így a párnak a nevét sem. Az az apróság, hogy például nem viselkedhetünk közös családnevet, az egy apróság, de ilyen gonoszka, bosszantó apróság. Tehát a törvénynek nem csak közigazgatási hatása van, hanem szimbolikus következményei, üzenetei. És az a szimbolikus üzenet, amit mostanában kapunk, hát ez nem arról szól, hogy az egyenlőség irányába haladnánk. A bejegyzett élettársi kapcsolat jelenleg csak azonos nemű párok számára áll nyitva, és hogy bárhol, ahol esetleg egy ilyen személyes adatot kell közölni a családi állapotomról, akkor ezzel már elő is bújjak, annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy ez egy személyes döntés kell, hogy legyen, hogy mindenki eldönthesse azt, hogy mikor és kinek mondja el azt, hogy éppen milyen nemű embert szeret. Hogyha valaki kevésbé nyíltan tud, akar meleg lenni, akkor neki az probléma. Nagyon szeretnék családot, sok gyereket szeretnék, és én szeretnék inkább örökbe fogadni, mint saját gyereket is. Szeretnék a párommal együtt örökbe fogadni, nekem ez egy fontos lett. Most is így alternatív módon lehetne gyerekem, de azt én úgy nem szeretnék. Nem tudom egyelőre megmondani azt, hogy mikor mondhatjuk el mi, hogy egy meleg párkapcsolat egyenlő jogosítványokkal rendelkezik, vagy rendelkezhet, mint egy heteroszexuális párkapcsolat. Vagy kimondhatjuk-e majd, hogy ez egy házasság, a házasság intézménye, az mikor élhetjük meg. Én nagyon remélem, hogy megélhető, de egyelőre ezt én még nem látom.